Balaton, akkor egyből mindenkinek a napfény, a strand és a szabadidő jut eszébe. Mások pedig arra gondolnak, hogy jó lenne körbeautózni, körbe motorozni, vagy éppen körbe biciklizni, de néhányan körbe is szeretnék futni, hát erre remek lehetőség minden évben az Ultra Balaton. Többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói is óriási sikert értek el az idei 17. Ultra Balaton, de mielőtt bemutatnánk az Agárlányok csapat tagjait, ismerjük meg jobban Közép-Európa egyik leghosszabb futóversenyét. Évről évre a verseny az növekszik, és minden évben gyakorlatilag a szervező csapatnak az egy nagyon komoly kihívást jelent, hogy egy stabil és egy jó versenyt tudjunk rendezni. Az idei 2023-as versenyre több mint 21 000 regisztráció folyt be. Ennek a nagyon nagy része természetesen futó volt, de nagyon szépen emelkedett a bringatúrának a létszáma is, és ilyenkor nekünk a legeslegnagyobb kihívás az az, hogy azt a tervet, amit gyakorlatilag egy éven keresztül csiszolunk, építgetünk, összerakunk, azt a valóságban le tudjuk hozni. Látni kell, hogy egy ilyen fokú rendezvénynél, ami nem egy településen belül zajlódik, hanem gyakorlatilag egy egész Balatonparton körül, itt nagyon sok nem várt tényező is elő szokott jönni, és van egy csomó olyan váratlan helyzet, amire nekünk reagálni kell. Mi úgy szoktuk ezt apostrofálni, hogy nem az a kérdés, hogy 95%-ba le tudjuk-e hozni a kottát, hanem az a kérdés, hogy a fennmaradó 5%-ot, ami azonnali hirtelen és azonnali orvosolandó helyzet, azt hogy tudjuk orvosolni. Ha azt az 5%-ot jól tudjuk orvosolni, akkor egy sikeres versenyt fogunk rendezni. Jelenleg az UB-nak a köre 210 km, több mint 100 darab frissítőpont van felállítva. Ezeknek a frissítőpontnak az ellátás az egy óriási logisztikát igényel. Nincs olyan időpillanat ebben a 72 órába, ez a hétvégén, hogy legalább 20 darab frissítőpont valahol a körön ne legyen nyitva. Ez egy nagyon komoly szervező munkát igényel, ezeknek a pontoknak az ellátása az nem egy egyszerű feladat. Erre megvan egy alapvető logisztikai terv, de ez természetesen befolyásolja az időjárás. Minden egyes egy fok, az több mint egy tonna víz pluszt jelent a körön. Ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban, ahogy az időjárás változik, már pedig sajnos az időjárás az változik, és nem mindig az valósul meg, mint az időjárás jelentésben, amit kapunk, akkor nekünk erre reagálni kell. Ilyen volt az idei évben, hogy hirtelen melegedés történt, és nekünk erre reagálni kellett, ami azt jelentette, hogy a szombati csapatversenyre plusz extra vízmennyiséget és extra gallonokat kellett beszerezzünk, erre rá kellett készülni, ezt meg kellett szervezni, ezt SOS-be le kellett Balatonra szállítani, ki kellett osztani és be kellett illeszteni a logisztikába. Ez egy elég komoly nehézség volt. Ezt a versenyzők nem érzékelik természetesen, mert ők egyetlen egyet érzékelnek, hogy van víz a pontokon. De az, hogy ez a mennyiségű víz, ez hogyan jut ki, és ezt mi hogyan kezeljük, ez a mi nehézségünk. Például egy ilyen nehézség volt az időjárásnak a hirtelen melegedése. És nem csak a Balatonban van víz akkor. Igen, a logisztika az egy elég összetett dolog, több mint 10 teherautó, 2 kamion, 500 ember dolgozik a pontokon, tehát ez egy elég összetett és komoly szervező munkát igényel. Vannak, akik frissítőállomásokat üzemeltetnek, van, akik időmérőrendszert, van, akik vasúti átjáróknak a biztonságáért felelnek, vannak, akik parkoltatnak. Van egy komplett irányítás központ, több mint 50 GPS alapú rádió volt idén kint a körön, ez egy új rendszer volt, ezzel tudtuk gyakorlatilag koordinálni az ő munkájukat. Az irányítás egy monitoron tudja követni a vihartól kezdve az időjárás melegedéséig, azt, hogy ki hol van, pontosan mit csinál, hol tartózkodik az a pont, az az ember, az a rádió, és annak milyen feladatot lát el. Tehát ez egy nagyon összetett logisztikájú történet, de mi egyébként az idei Ultra Balaton nagyon sikeresnek éltük meg, és hál' Istennek, hogy a versenyzők visszajelzés alapján a következő napokban mindig tudjuk azt, hogy jó versenyt rendeztünk, vagy nem, és mi biztosak vagyunk benne, hogy idén egy nagyon-nagyon jó versenyt rendeztünk. És jövőre pedig már ugye nagykorú lesz az Ultra Balaton. Ennyi idő távlatában azért már lehet elmesélni egy szép történetet. Honnan, hová jutott az Ultra Balaton? 28 induló volt az első verseny és egy pár csapat, tehát az összlétszám nem haladta meg szerintünk a 100 főt, amikor ez a verseny életre kelt, és már évek óta Magyarország legnépszerűbb és legnagyobb létszámú tömegsport eseményévé nőtte ki magát.
Covid alatt is fejlődni tudott, ami nem csak az országban egyedülálló, hanem szerintünk Európában is. Hát ebben az időszakban Covid alatt, a Covid után azt gondoltuk, hogy a Covid után mindennek vége és már minden szuper lesz, hát utána kaptunk egy energiaválságot a nyakunkba, tehát hogy gyakorlatilag a változás az biztos, és az a verseny életében is biztos. Azt is tudjuk egyébként, hogy a jegényeink nem nőnek az égig, tehát a létszám növekedés az egy ideig tartani fog, egy idővel benne van az is a pakliba, hogy mi is határt fogunk szabni neki, mert egyszerűen ez a kör, ez egy bizonyos mennyiségű embernek a kellemes utaztatására alkalmas. Ehhez próbálunk mi is igazodni, természetesen a Balaton évről évre fejlődik, tehát a balatoni infrastruktúra is fejlődik, új parkolók épülnek ki, jobb a bicikli út, jobb minőségű, biztonságosabban lehet lebonyolítani a versenyt, azért ehhez próbálunk mi is igazodni, de sajnos az infrastruktúra építéshez mi igazodunk, nem pedig az infrastruktúra építés igazodik hozzánk, így azért a versenynek a jövőjénél nagyon észnél kell lenni. Az egy alap ökölszabály ennél a versenynél, hogy két dolog ölhet meg egy eseményt, és ugyanúgy egy vállalkozást is, az, hogyha túl lassan fejlődik, vagy az, hogyha túl gyorsan ezt a szabályt, ezt mi évről évre betartjuk. Azt láthatjuk, hogy a versenyzők közül nagyon változó sportmóddal rendelkeznek igazából a futók. Ez mi múlik, vagy milyen legjellemzőbb, kiket várnak az Ultra Balatonra évről évre? Ha jellemeznem kéne ezt a versenyt, ez nem egy futóverseny, ez egy közösségi esemény. És attól függően, hogy ki milyen szándékkal és milyen csapatösszeállításban érkezik, vannak olyan csapatok, akik borzasztó rutinosak, rettenetes rutinnal és nagyon komoly kondícióval, sebességgel érkeznek. Ők egy teljesen más dinamikában, szemléletben teljesítik ezt a versenyt, mint azok a versenyzők, akik soha nem futnak az év során, csak szeretnék egyszer csapatban megkerülni a Balcsit. Majdnem, hogy megkockáztatom, hogy lehet, hogy még futni se tudnak rendesen, de ez nem baj, mert 5 kilométerig eljut a következő váltópontra, ott váltanak, utána megint eljut a következő pontra, megint váltanak, tehát teljesíthető teljesen átlag emberek számára is. Egy biztos, hogy nem a tempó határozza meg ennek a versenynek a hangulatát, hanem az a közösségi élmény, hogy mi, akik szervezik, és azok a futók, akik teljesítik, azok gyakorlatilag egy olyan buli hangulatot hoznak gyakorlatilag oda a Balatonpartra, egy olyan közösségi élményt, ami online rendszerben nem élhető meg. És azt gondoljuk, hogy ez a versenynek igazából a titka, és ehhez kell tudnunk nekünk is hozzáigazodni, és ezt kell próbálni életben tartani. Mi egy picit irigyek vagyunk a versenyzőkre, mert mi sose futhatunk az Ultra Balatonon, tehát ezek a napokon dolgozunk, de egyébként szoktunk csinálni minden évben tesztfutást, hogy a céges kollégáimmal még egy pár tesztfutóval körbe futjuk mi is a Balatont, és amikor mondjuk 20-an csináljuk meg ugyanezt a kört, mondjuk tavasszal vagy ősszel, akkor érezzük igazán, hogy mennyire jó hangulat van még 20 emberben, és mi lehet itt akkor, amikor 500 ember van itt a pontokon. Tehát biztosak vagyunk benne, hogy az UB-nak van jövője. Az, hogy milyen ütemben is hogyan fogunk tudni fejlődni, ez természetesen mindig évről évre próbáljuk majd hozzáigazítani. Néhány gondolat erejéig a jövő évi Ultra Balatonról tudhatunk-e már pár információt? Igen, picit olyan ez a dolog, olyan ez a szervezés, mint amikor a vámosok és a drogcsempészeknek a harcát tudnám, csak egy jó aspektusban. Mi mindig hozunk szabályokat, próbálunk a szabályoknak szabályokat betartatni annak érdekében, hogyha ezt a futók betartják, akkor nekünk sokkal könnyebb dolgunk van és egy sokkal klasszabb versenyt tudunk rendezni. És természetesen a versenyzők bizonyos években nem is áthágják ezt a szabályt, hanem elsősorban ők is megpróbálnak egy kicsit játszani és a mozgástéren belül sakkozni. Ebből azért szoktak konfliktusok lenni. Mi most tervezzük gyakorlatilag a jövő évnek a menetét, hogy hogyan, milyen létszámmal, hogyan rendezzük meg. A dátumunk már hál' Istennek megvan. Tehát 2024. május első hétvégén lesz az Ultra Balaton, ez biztos. De azt, hogy milyen létszámmal, milyen létszámlimitet fogunk engedni, pontosan hány csapatot szeretnénk, hogy bekerüljön, ez még kialakítás alatt van. Az biztos, hogy a visszajelzések alapján azt már látjuk, hogy nagyon-nagyon sokan töltötték ki a kérdőívet, küldtünk ki mindig, minden verseny után küldünk egy kérdőívet, több mint 90% jelezte az újra részvételi szándékát, ami egy komoly kihívás lesz számunkra. Érdekes lesz megszervezni a 24-est, főleg úgy, hogy ez a 18-dik, nagykorú lesz a verseny, ez egy külön, talán egy külön pluszt ad nekünk, hogy eljuttattunk ide egy brendet, nagyon jó érzés ezt megtapasztalni.
a rendészeti futóválogatott csapat szervezője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának oktatója Hajnal Kornél volt, aki az egyetem hallgatói közül a gyorslábú futókat válogatta be a csapatba. Hajnal Kornél egyébként szintén részt vett a versenyen, és a második helyezett férfi csapat tagja volt. A győztes agárlányok csapat NKS tagjai Gulyás Michel, Papolci Emília, Bari Ágnes és Bodó Bianca. A csapattagok közül külföldi teendő és államvizsga miatt sajnos nem tudott mindenki eljönni a forgatásra, de így is betekintést kaphatunk a következő percekben az idei versenybe. Bodó Bianca vagyok, harmadéves bűnügyes hallgató. Én Törökszent Miklósról jöttem, Szolnok mellől, és már hát kiskorom óta sportoltam. Ugye Szolnokra jártam kajakozni egy 5 évet, és evezni egy 4 évet. És ugye ott ismerkedtem meg végül is a futással és a hosszú távfutással, mert a téli alapozásainknak volt tehát téli alapozásainknál nagy hangsúlyt vetettünk a futásra. És ugye bekerültem ide az egyetemre 3 éve, és ugye megtetszett, hogy a kiképzésen is fontos volt az, hogy jó legyen az állóképességünk, úgyhogy sokat futottam. Ugye a testnevelő tanáraink révén sok egyetemi versenyre is elmentem. Ugye így jutottam el a BM országos terepfutó bajnokságra 2 éve, ahol harmadik helyezést értem el, és ott ismertem meg Hajnal Kornélt, aki ugye ennek a futóagaraknak az egyik kulcsfontosságú szereplője, vezetője, és ő ajánlotta, hogy jöjjek ebbe a futócsapatba, és hogy készüljünk együtt, járjak edzésekre is. És ugye így kezdtem el járni hozzá edzésekre, itt edzünk a futópályán az egyetemnél, és ugye így kerültem be az Ultra Balatonos csapatba is, az ő hívására. Papolci Emília vagyok, másodéves pénzügyőr tisztjelölt. 11 évig úsztam, és utána 4 évig öttusáztam, és ennek révén ugye futottam is ugye az öttusa miatt. Mondjuk ott nem volt akkora táv, amit futni kellett, de az edzéseken mindig ilyen 10-15 kilométereket futottunk, úgyhogy a hosszú táv az szerves része volt a napoknak is, meg úszásban is ilyen 7-8-9-10 kilométert úsztunk egy húzamban, reggel délután, úgyhogy az is az állóképességhez hozzáadott annyit, hogy a futás is menjen. Az egyetemen meg úgy kezdtem el futni, hogy kiképzés alatt voltak ugye futófelmérők, meg külön futottam is, és akkor a Hajnal Kornél látta egyszer, hogy futok, és akkor odajött hozzám, megkérdezte, hogy mióta futok, meg hogy lenne kedvem velük futni, és akkor így kerültem bele a csapatba. 2016-ban alakult a rendészeti futóválogatott a szolgálati agarak. Igazából megnyertünk mindent, és azon gondolkoztunk, milyen jó lenne, ha lányok is csatlakoznák, és lenne egy lány válogatott is, és az agárlányok néven összejött egy, azt gondolom, hogy elég erős 12 fő, és az a nagyon szívderítő az egészben, hogy mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vagyunk, elég sok fiatal be tudunk vonni ebbe a csapatba. Most jelenleg úgy néz ki, hogy a fiú csapatban van 3 fő, a lányoknál pedig 4 és 6 fő, attól függően, hogy ki mennyire van top formában, illetve mennyire tudnak eljönni a versenyekre. A lánycsapattal kapcsolatban még el kell mondani, hogy nekünk nagyon kellemes, hogy Michelt is a csapatba tudhatjuk. Ő azért nagyon érdekes, mert tudjuk, hogy teljesen más színvonalat képvisel, mégis nagyon nagy szeretettel szokott eljönni az agárlányokkal a különböző futóversenyekre, mert azt gondolom, hogy magához a rendészethez valamilyen szinten ő is most már kötődik. És régebben is el lehetett mondani, most is elmondhatjuk, hogy aki valamilyen szinten rendészethez kapcsolódik, az egy különleges családnak a tagja, mert valamilyen szinten van egyfajta kötődés, egyfajta egymás iránt való lojalitás, és ez megnyilvánul, azt gondolom, a futó társadalomba is. Ami ebbe az évben kiemelkedő volt, hogy a lányok olyan eredményt értek el a Ultra Balatonon, hogy
4-20-as átlaggal futották le a 212 kilométert, ami azt gondolom, hogy egy férfi csapatnak is a becsületére válik. És ezt teszik úgy, hogy a munkájuk mellett, teszik úgy, hogy aki minden nap kint dolgozik a köztületen, illetve ők idézőjelben csak tanulnak és a egyetem falai között vannak, de azt gondolom, hogy nagyon szerencsés, hogy ilyen diákokat, vagy ilyen kollégákat, munkatársakat tudunk megismerni, akik a munkájuk és a családjuk mellett még a sportban is azt gondolom, hogy kiemelkedő teljesítményt tudnak nyújtani. Nekem ez volt az első Ultra Balatonom, úgyhogy egy nagyon, tényleg nagyon nagy élmény volt. Igazából az adta az élményt benne, hogy reggel indultunk, és teljesen ugye estig futottunk, és több mint 200 kilométert kellett ugye lefutni a csapatnak. Egy 13 fős csapatban, lánycsapatban indultunk, és így ugye viszonylag kisebb szakaszok jutottak ránk. Nekem 17 kilométerem volt, amit 4 szakaszba futottam. Így átlagban ilyen 4 kilométereket futottam. Nagyon jó volt a csapatszállam, tehát ez volt, ami igazán előre vitt minket, hogy mindig szurkoltunk a másiknak. Ugye jött velettünk egy kísérő biciklivel, aki szintén szurkolt, és mondta nekünk, hogy ugye minél erősebben hajtsunk érte, és tényleg nem igazán tudok úgy visszaemlékezni semmiféle fennakadásra. Talán egy kisebb probléma volt, de azt is megoldottuk, hogy ugye dugó volt a keszthelyi szakasznál, túl sok autó torlódott fel az utakon, és nekem ki kellett szállnom, hogy odaérjek a váltópontra, és egy kilométerrel többet kellett futnom. De igazából ez jó volt bemelegítésnek, úgyhogy ebből sem volt semmi probléma. És tényleg a csapatszellem volt az, ami előrébb minket. A buszban is nagyon jó volt a hangulat, énekeltünk, szurkoltunk, kiabáltunk, és mellette tudtunk pihenni és a szakaszaink között. A váltópontoknál is minden rendben ment, szóval nekem ez egy nagyon jó élmény volt, és mindenképpen szeretnék majd többet is menni. Eddig ez volt talán a legjobb, mert ez a harmadik volt, amin indultam. Az első kettő az mindig úgy volt, hogy ilyen este 5-kor indultunk, és másnap reggel értünk be ilyen 7-8 körül, és azért este futni az kicsit húzósabb volt, mint ugye úgy, hogy most reggel 8-kor indultunk, és este 11-re értünk be. Még úgy is, hogy ugye szét voltak szedve a szakaszaink, mert én is 15 kilométert futottam összesen, 3x5 kilométert. Így volt elosztva, ilyen 3-4 óra pihenőkkel, úgyhogy elég sok volt hozzá a pihenőm, meg fel tudtam készülni a különböző szakaszokra. Úgyhogy a csapat is jobb volt, fiatalosabb volt, ugye egyetemről is 4-en mentünk, és így azért könnyebb volt, hogy mindig volt valaki, akivel tudtam beszélgetni, meg jobb volt a hangulat a mostanim. Ez az év ez azért volt különös, mert idézőjelben csak meleg volt, tehát csak a napsütéssel kellett megküzdeni. Reggel 8 óra 10-kor indultak a lányok, és este 11:30-re értek be, és azt gondolom, hogy el tudják ők is mondani, hogy ez azért volt különös, különleges ez az Ultra Balaton, mert végre valahára nem a sötétbe kellett futni, és a tájnak a szépségeiben is tudtak gyönyörködni, és azt gondolom, hogy ez egy szívderítő élmény volt mindenkinek. Akkor így a csapatfutásnak megvan a saját varázsa, úgy hangzik. Igen, hát mindenképpen az, hogy ugye szurkolnak neked, hogy nem egyedül van, vagy bármi problémád van, nincs nálad víz, nincs nálad elég felszerelés, akkor egyből ott van a másik, és adja, átadja. Szóval igazából a hangulat miatt is, tehát nem az van, hogy elfáradsz, és akkor jaj, feladom, hanem felvidítanak a többiek, és ott vannak, és segítenek bármiben. Szerinted mi szükséges ahhoz, hogy valaki helytálljon egy ilyen hosszú távú futóversenyen? Nyilván ugye a fizikai felkészültség mellett azért mentálisan is helyben kell lenni. Persze, hát a fizikai felkészültség az egyik legfontosabb, hanem a mentális az talán még fontosabb, ugyanis a hosszú távfutásnál igazából az a lényeg, hogy edzél, szóval az állóképességed meg legyen hozzá, viszont az, hogy a hosszú távot bírd, ahhoz mentális erőnlét is kell, hogy fejben végig ott legyen, hogy igenis megcsinálom, ne arra gondolj, hogy fáj, ne arra gondolj, hogy fáradsz, hanem
hanem ott legyen a szemed előtt az, hogy már csak 4 kilométer, csak 3 kilométer, és meg kell nyomni, és tolni kell, és ez a hosszú távban a futásban a legnehezebb része, hogy elhinni azt, hogy képes vagy, hogy meg tudod csinálni. És te mit gondolsz arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki hosszú távfutó legyen? Hát állóképesség az mindenképpen kell, kitartás is, mert ugye azért lefutni 10 kilométert, az mégiscsak egy ilyen 45-50 perc, az iramtól függ, azért az nem kis táv, meg időben is sok, és ha fejbe az ember nincs ott, akkor azért úgy könnyű feladni elég hamar. Mi az, amit szerinted te más sportágokból át tudtál úgymond hozni ebbe a sportágba? Hát leginkább az úszásban a monotonitás tűrést. Mikor régen mondták, hogy akkor 10 km egy húzamban, ugye 33-as medencében az 200 hossz kb, vagy nem tudom, és akkor azt ugye azt is számolni kellett, meg azért nagyon sok olyan volt, hogy csak így úsztunk 2 órán keresztül simán, és akkor egész fölbírom azt, hogy monoton megyek, aztán tartok egy iramot, és az úgy megy. És az, hogy látod, hogy számodra a futás mennyire lesz része így a továbbiakban az életedben? Része lesz, mert amúgy szeretek futni, meg úgy jó mozgásforma, meg úgy ilyenkor így kikapcsol az agyam, tudok gondolkodni közben. Úgyhogy ha lassabban futok, akkor csak így tök jó ilyen hobbi szinten is elmenni, futni. Gyakori ugye, hogy mindenki más sportmódtal érkezik, de mi az, amit mindenkinek rendelkeznie kell, vagy mindenkiben benne kell legyen ahhoz, hogy mondjuk egy hosszú távfutó versenyen részt vegyen, és jól is teljesítsen? Az edzettség mindenféleképpen, az odaszállás egy nagyon fontos dolog, mert nagyon könnyű azt gondolni, hogy odállunk vagy odállnak a lányok a versenyre és megnyerik. Nagyon-nagyon sok munka van ebben. Tehát itt a pályán körbe-körbe azért róljuk a kilométereket, mindig időre történik az edzés, és ha fúj a szél, ha esik az eső, ha nagyon-nagyon meleg van, akkor is jön mindenki szépen a kiszabott kilométereket, a saját időkorlátait egy picit túllépve, vagy a komfortzónájából kilépve próbálják ezt túlszárnyalni. Én nem is olyan sokára, július 1-én fog menni az Ultra Tisza Tóra, és ott megint nem titkolt szándékunk, meg reménységünk, hogy mind a férfi, mind a női csapat meg fogja nyerni az Ultra Tiszató 132 kilométeres távját. Az Ultra Balatonra valójában bárki jelentkezhet, és az is előfordult már, hogy valaki komolyabb sportmúlt nélkül tűzi ki azt a célt, hogy körbefutja a Balatont. Egy biztos, hogy semmi sem lehetetlen. Az Ultra Balaton például egy olyan megmérettetés, ahol egyébként profi sportolók is megjelennek és részt vesznek, de azért találkozni úgymond amatőr sportolókkal is, vagy éppen olyanokkal is, akiknek hát nincs olyan nagy sportmúltjuk, de elhatározták, hogy szeretnének elindulni egy ekkora megmérettetésen. Azért néhány tanácsot adjunk akkor számunkra, hogy hogyan érdemes elkezdeni, azért fejjel a falnak nem menjünk nyilván. Egy kis felkészülés azért biztos érdemes egy ekkora táv előtt. Természetesen igen, és én mindig azt szoktam ilyenkor javasolni, hogy egy fokozatosságot kell felépíteni, tehát ha valaki mondjuk el szeretne indulni, akkor ne az olyan, hogy holnap oda megyünk és végig próbáljuk csinálni ezt az egész versenyt, hanem próbáljuk meg ezt szépen fokozatosan felépíteni. Egyébként itt célszerű ilyenkor ilyen rövid távú célokkal kezdeni, tehát rövid távon felépíteni az egészet. Nem utolsó sorban kell figyelni arra, hogy megfelelő folyadékfogyasztás legyen, figyeljünk oda, hogy az állóképességet megfelelő szintre felhozni, mert ugye ez sem egy olyan, hogy hirtelen most le fogsz futni 200 km-t. Szerintem nem ez lesz ugye a fő cél, hanem ezt szépen lassan felépíteni. Elsőnek fussunk 2 km, 4 km, 5 km, majd növelhetjük az intenzitást, tehát vannak ennek különféle módszerei, hogy hogyan lehet felkészíteni magát a szervezetünket arra, hogy mondjuk egy ilyen komoly versenyen sikerélményhez jutassunk. Egyébként, hogyha már Ultra Balaton, hasonlóan szoktak elindulni úgymond amatőr sportolók, például Balaton átúszása is, és nagy Isten, most a tragikus történeteket hagyjuk is ki ebből a sztoriból, de tényleg tapasztalunk olyanokat, hogy sokan felkészületlenek. Hogyha már tegyük fel, nem hallgattak a jó tanácsai, és előtte nem sportoltak, nem készültek fel, akkor lehet-e valami tanács arra, hogy aznapra hogyan koncentrálják, vagy hogyan készítsék fel magukat? Igazán ugye az edzettséget azt ugye
pár perc alatt nem tudod megszerezni, tehát nyilvánvalóan ez ugye nem kivitelezhető. Viszont azt gondolom, hogy ha valaki úgy esik csak oda egy ilyen versenyre, vagy megmérettetésre, akkor mindenféleképpen ugyanaz a számolik, hogy valószínűleg nem fogjuk megnyerni, vagy nem lesz belőle nagyon nagy sikerélményünk, ezért inkább azt javasolnám mindenkinek, hogy bármilyen ilyen komolyabb mozgásba kezdjünk, előtte mindig legyen egy általános állapotfelmérés, egy anamnézis. Egyébként én azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk egy ilyen nagy megmérettetésre elmegy, akkor mindenféleképpen én javasolnék előtte egy komplett orvosi vizsgálatot is, illetve egy állapotfelmérést, amit akár egy edző is el tud nekünk végezni, és hogyha tényleg valaki tényleg csak úgy odaesik egy ilyen versenyre, akkor mindenféleképpen azért előtte az egészségügyi állapotot azért próbáljuk meg ellenőrizni, nehogy azért, hogy valami probléma legyen, amit az előbb te is említettél, de mégis azt javasolnám mindenkinek, hogy ha valaki ilyen nagy felkészülést kihagyva próbál részt venni egy ilyen versenyen, akkor sajnos a várva várt eredmény az valószínűleg nem fogja azt hozni, amit mi igazán szeretnénk. Ezért inkább azt javasolnám mindenkinek, hogy legyünk körültekintőek, készüljünk fel megfelelően. Én például nekem nagyon sok aerobikus vendégem indult például a Balaton átúszáson, ők is azért egy jó fél évet felkészültek erre, és nagyon szuper eredményeket érnek el, és már többször át is úszták a Balaton. Itt rengeteg olyan embert ismerek, aki abszolút nem volt élsportoló, mégis szerette volna megmérettetni magát, de viszont odafigyelt arra, hogy a lehetőség szerint a lehető legtöbbet tudja magából kihozni, és egy alapos felkészülés előzte meg ezt a dolgot. De nem utolsó sorban ezekre is oda kell figyelni, hogy megfelelő folyadékfogyasztás, abból sem mindegy, hogy milyen folyadékokat fogyasztunk, oda kell figyelni arra, hogy azért lényegében a szervezetünket felkészítsük erre, nem utolsó sorban, hogy elkerüljük a sérülés veszélyeket, vagy bármilyen hátrányos dolgot. Akkor az jó hír, hogy igazából nincs lehetetlen senki számára. Mennyire javallott az étrendváltás igazából, vagy az étrend megfelelő beállítása? Ha valaki azt szeretné, hogy egy ilyen versenyen jó eredményeket érjen el, akkor természetesen ugye teljes életmódváltást javasolnék. Ebben benne van ugye az edzés, a táplálkozás és a kellő felkészültség, ugye mind a mentális felkészültség is egy ilyen versenyre. Azt gondolom, hogy ha ezek nincsenek jelen, akkor valószínűleg az eredmény sem fogja azt mutatni, amit mi igazán szeretnénk. Megszületett az elhatározás. Hosszú idő után tegyük fel, valaki újra szeretné kezdeni a sportot. Mi tanácsolt számára igazából, mivel kezdje? Nyilván itt az elején mindig nagyon hamar beleszoktak futni az emberek, úgymond a sikerélmény hiányába. És ez lehet, hogy elveszi a kedvüket. Hogyan ne történjen ez meg? Igazán azt szoktam mindig javasolni, hogy célszerű találni egy olyan edzőt, aki tud nekünk segíteni abban, hogy a céljainkat elérjük. Viszont nagyon sokan abban a hibába esnek, amit te is említettél, hogy kitűznek egy célt, és azt nagyon nehéz elérni, és nagyon hamar szeretnék ezt az eredményt. Én ezért szoktam azt javasolni, hogy inkább legyen több célunk, legyenek rövidebb távú célok, amik viszonylag elérhetőek. Ezért is célszerű szerintem egy edzővel konzultálni, aki tud abban segíteni, hogy ezeket a rövid távú célokat fölépítse, hogy a végső cél majd a végén nem maradjon el. Ezért is szoktuk ezt javasolni, hogy a fokozatosságnak egy nagyon fontos alap kitétele van, mint a mozgás, mint a táplálkozás, mint az életmódváltás szempontjából. De ha valaki tényleg szeretne hosszú távba gondolkozni, már pedig azt gondolom, hogy aki tényleg újra kezdi a sportot, az valószínűleg hosszú távon szeretné ezt űzni, és ahhoz elengedhetetlen az, hogy folyamatosan sikerélményhez juss, és lásd magadon a változást, ugye legyen ez állóképességben, erőben, kinézetben, külalakban, akár testsúlykilogramban a változás, és ez csak úgy fog működni, hogyha valaki tényleg komplexen össze tudja ezt az egészet állítani, mint táplálkozás, mint pedig mozgás szempontjából. Igazán én mindenkinek azt javallanám, hogy itt életmódváltásba gondolkozzunk, ne rövid távú diétákba, vagy rövid távú célokba, hanem próbáljuk meg ezt az egész dolgot szépen felépíteni, komplexen, tehát mind táplálkozás, mind pedig mozgás szempontjából, és a kettőt jól összhangba gyúrjuk, akkor az eredmény az látható lesz. Közép-Európa leghosszabb futóversenye, tehát itt Magyarországon az Ultra Balaton bárki számára elérhető, de azért erősen ajánlott egy kis felkészültség. Tartsanak velünk legközelebb is itt a Közérben, viszontlátásra!